Új időszámítás kezdődik 2021-ben a mezőgazdaságban is. A jövő évtől induló 7 éves Európai Uniós fejlesztési ciklus az ágazat fejlődésében is új lehetőségeket kínál. Abban, hogy minél több pályázatban legyenek érdekeltek a magyar gazdák, a Falugazdász Hálózat tájékoztatási projektje segít. A kormány ennek fejlesztésére 2023-ig további 9,9 milliárd forintot biztosít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Változnak azok a feltételrendszerek, ami szerint a gazdálkodók nagy reményeink szerint ugyanezt a támogatási összeget megtartassák, de rettenetes sok adminisztrációs feladatot kapnak, hogy ezt az összeget jogszerűen fel tudjuk használni, és a fejlesztések ez irányba segítik majd a falugazdász hálózatot, hogy minél jobban ki tudjuk szolgálni a hozzánk forduló gazdálkodókat. A falugazdászok egyébként országos viszonylatban tavaly közel 160 ezer esetben segítették a gazdák elektronikus ügyintézését. Emellett közel 260 ezer esetben nyújtottak személyes tanácsadást, és mintegy 1400 csoportos tájékoztatót tartottak az aktuális pályázati tudnivalókról. A kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 13 körzetközpontot üzemeltet, összesen pedig 78 falugazdász segíti az adminisztratív tevékenységet. Az egész megyét 100%-ban lefedjük, akkor, amikor erre igény van. Ez az igény, ugye tavasszal szokott kezdődni, áprilisban, amikor a területalapú támogatás, mert abból van legtöbb a megyében, elkezdődnek, és annak a feldolgozása és annak folyamatai, de mondom, szinte minden településen ott vagyunk hetünk egy alkalommal, a nagyobb településeken van, ahol három alkalommal is igény szerint, de ha a önkormányzat vezetése úgy dönt, hogy megyünk ki a bevallási időszakban egy vagy két napot hetente, akkor az igényeket úgy alakítjuk, vagy a létszámot úgy alakítjuk, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. A kamara megyei elnöke hozzátette, a terület alapú támogatásokat illetően a következő két év még átmeneti lehet, 2023-tól várható a források jelentősebb mértékű növekedése. A közös hazai törekvés az, hogy a megnövelt támogatások hozzájáruljanak az innovatív és környezetbarátabb technológiák kidolgozásához, a fiatal gazdák segítéséhez és az ország önellátását biztosító, termelés segítő ágazatok biztonságos működéséhez.